Van egy teóriám, srácok, lányok. Szerintem a Stumble Guys-ban sokkal jobban lehet a Stumble Pass-en fejlődni akkor, hogyha nem is igazán veszed komolyan a játékot. Úgyhogy mai napon ezt fogjuk letesztelni. 20 percet fogok normálisan játszani, és megpróbálok megnyerni minél több meccset. Fontos, hogy béna vagyok egyébként. És 20 percig pedig mindig az első alkalommal ki fogok esni, és ezáltal 20 pontot fogok szerezni. Az első helyen 35 jár, míg a második 20 jár, és szerintem egy első helyes meccs alatt legalább kétszer, hanem háromszor meg lehet halni elsőként, hogy ezt fogjuk letesztelni. Először játszunk 20 percig normálisan. Akkor indítsuk is az első meccset, most a 10-es tírnél 100-on vagyunk. Akkor indítsuk is a meccset, indítsuk a számlálót, 1, 2, 3. Kíváncsi vagyok, nyilván ez attól is függ, hogy én mennyire jó vagyok, milyen játékmódokat kapunk meg ilyenek, de figyelnünk kell, 20 percen van. 20 percen van tulajdonképpen minél jobban teljesíteni, aztán pedig már próbáljuk majd minden rosszabbul teljesíteni, úgymond. XP-t meg kupát nyilván kevesebbet fogunk kapni úgy, viszont nekem itt most kifejezetten a célom egyes egyedül a Stumble Pass-re irányul, ugyanis most például abban vagyok picit lemaradva, és azt szeretném megcsinálni minél gyorsabban. Nyilván, hogyha mindent akarunk szerezni, kupákat, egyrészt szórakozni akarunk, akkor nyilván sokkal jobban megéri az, hogyha normálisan játsszuk a játékot. Ez most csak egy ilyen kis kíváncsiság. Jó. Igazából az a lényeg, hogy 16 ember beérjen, mert most attól függve, hogy beértem, innentől kezdve nem igazán tudok mit csinálni. Kíváncsiak, hogy a teóriám igaz, mert akkor, hogyha igaz, akkor konkrétan lehet annyit csinálni, hogy csak fogod, lerakod a játékot, mindig elindítod, kilépsz, elindítod, kilépsz, elindítod, kilépsz, és bármit csinálsz, kajálhatsz közben, beírod a mackót a Brawl Stars-ban, Masterfront Brawl Stars-hozhatsz, és konkrétan megcsinálod a pest. Na, top 16, nyilván ez függ attól, hogy mennyire jó vagyok, de már lassan 2 perc eltelt, és mondjuk az első meccsnek lett vége. Amúgy szerintem nagyon rosszul van kitalálva, mert nem az abban, hogy az első helyért 20 csillagot kapunk, nem kupát, hanem az van a baj, az elsőért csak 35-öt, én legalább amúgy szép volt, szóval én legalább amúgy 50-et adnék egyébként, simán. Jézus. Oké, okay. Ha csak 8, jó, ha csak 8 ember jut be. Jól van, Zsombor, szedd össze magad, 25. Látjátok, egy kör túléltünk, és 25 van, nem lacafacázunk, megyünk tovább. És hát nyilván a 20 az amúgy egész sok, az tényleg egész sok. És egyébként amit megengedek még magamnak, hogy ha... Mi az Isten? Hogyha lejár az idő, akkor azt a meccset, amiben vagyok, még befejezhetem. Ennyi könnyedséget adok magamnak. Jó, egész szépen ellavíroztam mellette. Na, kérlek szépen, ne csináld ezt. Ne csináld ezt! Nem sokon múlott, de megvan. 5 perc már eltelt, 5 perc! És konkrétan elmondom, mit fogok csinálni, amíg meghalunk folyamatosan. Enni fogok majd. Hú, ezt a mapot nem szeretjük. Nem? Na látjátok? Ha normál játsz a játék, akkor ilyenek fordulnak elő. Jó. Oké, és itt a sok galamb. Köszi galambok, köszi szépen! Köszi srácok, let's go! Ott is vagyunk a döntőben. Ezt meg kell nyerni. A sok galamb közt meg kell nyerjem. Jaj! Jaj! A pirosat kerüljük el, az a lényeg. Úristen, ez nagyon necces volt. Oké, és egy ember van rajtam kívül. Jó, let's go! És nyertünk is egy meccset, ami azt jelenti, hogy 35-öt kapunk. In the house. Nagyon szép. Jól van, hajogassál meg, de menjünk tovább. És ennyit lehet szerezni, hogyha nyerünk egy meccset. Tehát 35 korona, ez 3000 XP, az mondjuk nagyon jó egyébként maga a 3000 XP. Szóval az jó, de értitek, sok idő. Idő. Nyilván, hogyha meg tudod nyerni az összes meccset, akkor biztos, hogy... Amúgy akkor sem biztos, hogy megéri amúgy. Akkor sem biztos, hogy megéri. De kiderítjük. Oké, és most már tudom ezt hogyan kell megcsinálni. Hagyjad már. Ez nagyon pek volt. Na ez is nagyon pek volt! Hát van egy érzésem, hogy itt kiestünk. Ja. De nem baj, ezért is kapunk 20-at konkrétan. Lehet ezzel gyorsabbak vagyunk, tényleg, esküszöm. Pont ezt akarjuk kideríteni a mai videóban. Oké, és kaptunk egy 20-ast. És lassan a felénél járunk egyébként. Á, jó. Itt a kedvenc trükköm az, hogy ezt itt átugrom. Mi
az Isten? Jó vagyok, srácok, egyszerűen túl jó vagyok. Nem baj, nem baj, kétszer egymást nem vesztettünk, de így is több kubát szereztünk, mint nyertük volna ebből a két meccsből. Az a baj, egyre több kell, egyre több csillag kell a PES-hez. És nekem ez nem tetszik. Jó. Jó, szupi. És ott is vagyunk, szuperség. 8 perc van hátra. Aha, 8 ember kvalifájol, és most tudjuk, majd középen kell futni. Ne! Talán még van esély. Nincs. De van! Oj, de bírom! Let's go! Na, döntő. Valami jót. Csúszdát mondjuk. Ne a legrosszabbat! A legrosszabbat kaptam konkrétan. Jó. Hú. Okés. Mi?! Beleestem a mapba konkrétan. No way! Ezt ne... Na, Bocs, nem légyelek, ez csak egy játék. Oké, és 30-at kaptam, kösz. Tehát, hogy 30-at kaptam úgy, hogy majdnem megnyertem, meg 5-tel többet. Hát, nagyon nem jó ez így. Sokkal gyorsabban fogunk tudni menni, miközben kajálok, és csak meghalok. A galamb invázió. Úristen. És be fogok jutni egyáltalán? Nem. Nem baj, rájöntem a libre. Ilyenkor 20-ot kapok, ugye? Jöp. Na, még van 3,5 percünk, az vagy egy jó meccs, és akkor a vége, vagy két rossz. Igazából két rosszal jobban járunk, mert az több. De értitek, na. Jó, merre kell menni? Ne lögdössetek, ne. Ne! De, vége. Kész. Jó. Nem baj, legalább többet szereztünk, mert kiestem. Na, azt mondja, hogy még egy utolsó meccse van időnk konkrétan. Amúgy esküszöm, csak azért szereztünk ennyi csillagot, sose tudom a nevét, mert béna vagyok. Jó, szuper, feljutottunk ide. Na, és itt ne roncsuk el. Na, végre. És elsőként beértünk. Let's go, és van még másfél percem. Na? Ne már, a másik, amit utálok! Nagyon rossz, és egy perc lenne hátra. Hát véletlenül még simán kieshetünk. 8 ember jut be, sőt, még meg is érhetjük. Vár. Ugrik. Vár. Ugrik. Most miért van az, hogy sokkal jobban ment? Miért van az, hogy nem vagyok néha kancsa, néha meg annyira kancsa vagyok, hihetetlen. 20-ak van hátra. Tehát alapjáraton itt fejeznénk be. 30-at már mindenféleképpen kapunk, igazából 5 csillag különbség lehet, hogyha megnyerjük, vagy hogyha nem nyerjük meg, úgyhogy szerintem ez nem annyira gázos, úgyhogy ezt a meccset most már befejezem, hiába fog lejárni az idő. Jézusom, menj már innen. Na, még 2 ember kiesik, és jók vagyunk. És megnyertük a meccset, tehát 35-öt szereztünk összesen. 8 darab meccset sikerült mennünk 20 perc alatt, amiből 2-t megnyertünk, egynél lettünk top 8, egynél pedig top 16, a többinél top 32. Tehát összesen 10-es tier 100 csillagról eljutottunk 12-es tier 75 csillagig, tehát összesen szereztünk 205 darab csillagot szereztünk 20 perc alatt, ezzel a módszerrel, úgyhogy nézzük meg, hogy most a lusta, kajálós módszerrel mennyit fogunk szerezni, csak előtt nyissuk ki, amit megszereztünk. Nyitunk egy skint, egy rare-t vagy jobbat tulajdonképpen. Aha. Jó, nem baj. És nyitottunk egy animációt, meg egy footstepet. Úgy szerintem is le is cserélek. Na és hát akkor próbáljuk is meg a másik stratégiát, amiben minden alkalommal meghalunk, sőt, meg se mozdulunk, és ezt egy privát lobby keretén fogok, egy privát partiban fogom megcsinálni, ugyanis a srácok, a nézőim, ti a livestreamben jobban játszanak, mint általában normál játékosok, úgyhogy így felgyorsítjuk a dolgokat, úgyhogy csinálunk is egy partit. Közben megmutatom a kajcsit, amit a nagymamám készített. Very nice. 1, 2, 3. Indítottam a számlálót, mindjárt el is indul, úgy van. És hát akkor hajrá srácok, ti nyerjetek mindjárt gyorsabban, én kajálni fogok. Mivel csomóan csesztetnek, és nem hagynak normálisan játszani, nem lesz sok privát lobby, konkrétan, tehát hogy ne csináljátok ezt, srácok. De ugye 20 csillagot lehet szerezni, úgyhogy megyek egy normális meccset, szuper, és majd indulunk is, mert is, és nem ismernek amúgy az emberek.
De hogyha az én nézőim játszok, hogy nyilván is meleg, és meg akarnak szivatni. Nem baj. Bye bye! Ez most gyorsabb volt, de lehet, hogy csak pályafüggő volt egyébként. Ez most egy perc alatt megvolt. Szerintem a pálya hosszúsága attól függ, hogy mennyire. Sok idő. Meg az, hogy milyeneket dob be. Na. Ott volt egy leaf gomb. Arra rá kellett volna nyomjak. Nem is tudtam, hogy van ott egy leaf gomb ilyenkor egy pillanatra. Ez volt a harmadik meccsem. Mert a negyedik. Van még 15 percünk, úgyhogy... egy darabig el leszünk, srácok még. Most már több mint egy perc itt állok. És nyilván most ez így rosszabb. Jó lenne, ha jegeset kapnánk ki egyébként, de most megpróbálok időben kilépni. Emberek, menjetek már be. Nem annyira bonyolult, amúgy de. De amúgy ennyire játszhatnék is. De minek egy ember jutott be? Mi az Isten történik? Emberek, menjetek már be, léci. Jó? Ott van egy leave, ott egy leave gomb. Nagyon jó. Azt, ha benyomom, akkor több másodpercet is nyerek. Szuper. 4 meccset mentünk. Kevesebb, mint 7 perc alatt. Tehát 10 meccset biztos, hogy fogunk tudni menni, de szerintem 11-12 belefér, és szerintem ez gyorsítja a dolgokat amúgy. Egyetlen egy mapot fogok játszani, ahol az igaz merőzők meg hamis vezetőknek is meg kell tenni az utat. Azt az egyet fogom játszani, akkor tudok segíteni a többieknek. Addig meg el vagyok itt. Na, kilépés, nagyon jó. Úgy van, szuper, mehet a következő. 5 meccs levent már konkrétan. Ez legalább egy rövid pálya. Szerintem, hogyha 6 meccset fogunk tudni menni 10 perc alatt, akkor egész jó lesz. Na, leave, nagyon jó. Több mint 6 meccset mentünk 10 perc alatt. Hogy ne megint ez a rossz map, ez nagyon sokáig fog tartani. Menjetek már meg a györgöm, nem annyira bonyolult. Gyerünk már. Légy szíves, menjetek már be, 3 ember! Na, végre. Már 7 meccset mentünk. Na, ez gyors volt, ez tetszik. Ha az összes map ilyen gyors lenne, akkor az nagyon jó lenne. Szerintem ez lesz a gyorsabb módszer amúgy. Na, ez is megvan. Ez volt a 9. Mennyire tudok elmenni? Itt mi van? Körbe lehet menni? Semmi értelme nincsen. De körbe lehet menni. Gyerünk. Jó, szuper. Nincs már sok idő. Még 2 tudnánk menni, az nagyon jó lenne amúgy. Csak az jó mapot kéne. Ha fagyos legyen, az nagyon gyors volt. Jó. Ez is gyors tud lenni. Csak nem nekem. 2,5 perc, és mindjárt vége van ennek, és úgyhogy simán tudom menni még egy meccset. És ugye az volt az a szabály, hogy... Ha elkezdődik, akkor be tudjam fejezni a meccset, szóval szerintem fog tudni még menni meccset. Ez a 12. meccsem. Ez gyors. Ez meg lesz. 12 meccs meg volt, az 240 csillag. Tehát konkrétan ez a gyorsabb verzió, de a kevésbé izgalmas persze. Ez a 13. meccs, ami 260 csillagra konvertálódik át, és mindegyik utolsó helyért vagy egyből kiesésért 20 jár. Szóval 205-öt szereztem normálisan, ha játszottam, és 265, úgyhogy mindig elsőnek kiestem. Ez kicsikét elszomorító, de akkor a teóriám igaz. Hogyha a pest akarjátok farmolni, akkor jobban jártok, ha mondjuk csak, hogy nyomtok egy meccset, és nem csináltok semmit, és nem is kell játszolatok a játékkal, és megszereztek mindent. Azért ez kicsit szomorú. Láthatjátok? 20 csillag, 100 XP, 0 kupa. Tudjuk most már, hogy lehet sok csillagot szerezni rövid idő alatt, és legendarit pedig nem fogunk nyitni sajnos. Még rá lesz ráadásul. Na mindegy, szóval, hogyha szeretnél sok csillagot szerezni, mert mondjuk a PES-ben le vagytok maradva, akkor nem is kell konkrétan a játékra fókuszálni. Elég, hogyha minden egyes alkalommal első körben kiestek. Hát ez szomorú, de most legalább ezt is tudjuk. Ha tetszett, hogy nyom egy lájkot, iratkozz fel, és nyomd be a csöngőt. És aztán a zsomackolót a Brawl Stars, illetve a másik szuperci játékokba, és a Stumble Guys-ba is már remélhetőleg. Na legyetek jók, ciao.